Hogy ki hogyan élte meg a mögöttünk hagyott elmúlt évet, 2019-et, azt mindenki saját maga tapasztalata alapján tudja megítélni. Hogy városunk hogyan zárta az elmúlt esztendőt, van-e mire nézni, nánásiasan szólva, arra bizony nem egyszerű a válasz, hiszen számtalan összetevője van a siker fokmérőjének. A megvalósult beruházások kézzelfogható realitások. De emellett van számtalan olyan tényező, folyamat, amely nem látványos, de a jövő záloga lehet. Mindezekről szólt néhány gondolat erejéig Szólát Tibor polgármester úr rövid évértékelőjében. A fejlesztések jelentős részét tudtuk produkálni, és nagyon sok szép folyamatot tudtunk vinni tovább. Ugye itt valamikor megfogalmaztuk ezt a logikát, hogy Dánáson élni ne hátrány, hanem lehetőség legyen. Azt gondolom, hogy a céljaink tekintetében ebben az irányban haladunk. Zöld, fenntartható és szolidális várost tűztünk ki magunk elé. Azt gondolom, hogy ezek a célok lebegnek én előttem is mindig, amikor különböző elképzeléseink vannak. És a 2019-es év ebben a tekintetben illeszkedik ebbe a tendenciába. Mint polgármester úr fogalmaz, egy új korszak kapujában állunk. Másfajta gondolkodásmódot követel az új évezred, a körülöttünk zajló változások. Az intézményi felújításoknak a vége felé tartunk, és egy új célokat kell találni. Nemrégiben találkoztam a megye elnökével, és azt fogalmaztuk meg, hogy tulajdonképpen most az az időszak jön, amikor meg kéne tudnunk fogalmazni, hogy mondjuk 2030-ra mit szeretnénk elérni. És én azt gondolom, hogy egy minőségi váltás előtt állunk. Ugye a korábbi időszakban, mint hogy általában minden település, megvártuk, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak, és azokból a fejlesztési lehetőségekből pályáztunk, és megpróbáltuk ezeket beilleszteni a város életében. Ebben most egy paradigmaváltásra lesz szükség. Meg kell fogalmaznunk, hogy milyen irányba szeretnénk fejleszteni, és utána ezekhez a fejlesztésekhez kell majd fejlesztési forrásokat találni. Hajdunánáson nagyon sok változás ment végbe, ám vannak, akik ilyen-olyan okok miatt örök elégedetlenek, és nem igazán értékelik mindazokat a fejlesztéseket, értékteremtő beruházásokat, amelyek az utóbbi években városunkban megvalósultak. Mindig van fejlesztési lehetőség, és mindig lehet jobbra, és kell is jobbra törekedni. Én most a város napján is azt fogalmaztam meg egyébként, hogy nekünk nánásiaknak is változnunk kell. Nem elég a környezetet változtatni. Vannak a mindig elégedetlen emberek. Én azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik nincs hála a szívében, azok nem tudnak megállni egy pillanatra és azt mondani, hogy ha egy picit kapunk is, annak is tudunk örülni. Természetesen vágynunk kell többre, de hálásnak kell lennünk azért, amink van. Ez lehet családi élettől kezdve, anyagi gyarapodás, bármi, amiről beszélek, de én magam részéről azt látom, hogy nagyon sokszor nem tudunk örülni azoknak az eredményeknek, amit elértünk. Nem azt keressük, hogy mi benne a jó, hanem mit lehet esetleg kifogásként megfogalmazni. Kritikára mindig szükség van, de vagy állandóan elégedetlenek vagyunk csak, akkor ez egy olyan attitűdöt ad, ami nem tesz jót ennek a városnak. A gazdasági célok, beruházások mellett, ha lehet ilyet mondani egy évértékelő esetében, a város lelki békéjét is meg kell találni, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Az egy hangulat lehet egy településen, amikor tudunk örülni a saját eredményeinek, tudunk közösen új célokat kitűzni, és amikor ezek a célok megvalósulnak, akkor közösen tudunk ennek örülni. Ez egy nagyon fontos eredmény lehetne, hogyha ebben tudnánk előrelépni, és én azt gondolom, hogy ez alapvetően meghatározhatná a város hangulatát is. Az élet nem áll meg, további nem kevés feladat vár megoldása, és a körvonalazódó lehetőségek tükrében újabb fejlődési pályára állhat városunk. A mi esetünkben szerintem most a legfontosabb a gazdaságfejlesztés. Itt a debreceni agglomerációs együttműködésben szerintem mi benne vagyunk azok között, a települések között, akire számít Debrecen városa. Ez egy jó hír. Elkészült egy fürdőfejlesztési elképzelés, ami szerintem alapvetően meghatározhatja a turisztikát és az idegenforgalmat a városnak a következő 10 év tekintetében, és ha ezeket összerakjuk, akkor valóban egy olyan gazdaságfejlesztési eredmény kell, hogy elérjünk, aminek a révén a hajdunánás emberek méltányosabb fizetések mellett közelebbi munkahelyekhez tudnak jutni, legfeljebb és legjobb esetben, és én erre fogok törekedni, és remélem a képviselőtestület ebbe támogatni tud, hogy hajdunánási munkahelyek legyenek ezek a méltányos fizetéssel rendelkező munkahelyek.
Összességében azt gondolom, hogy azzal a lendülettel, ahogyan haladtunk az elmúlt években, ez még ezt az évet is vitte tovább, és én nagyon bízom benne, hogy optimista vagyok, hogy a következő időszakban is legalább hasonló nagyságrendben tudjuk ezeket a célokat szolgálni.